1 méter 70 centi magasra van rakva, és ugye 1 méter hosszúak a fák, és hogyha így kimérünk 1 métert, 1 méterszer 1 méterszer 1,70. És azért 1,70, mert a 70 centi az a lyukok közötte. Ebben az 1 méteres sarangban összesen 16,5 köbméter fát raktak össze a munkások. A mintegy 100 éves kemény lombos fákat a napokban vágták ki a Szarvaskő közeli erdőben, hogy életteret adjanak a 15 éves fiatal csemetéknek, és biztosítsák a tűzifa ellátást is. A kitermelés szeptemberben kezdődött el az Egererdő ZRT 76 ezer hektáros működési területén. A szakember elmondta, a fákat bejelentési kötelezettség alapján vágta ki a 7 erdészeti egységgel rendelkező állami cég. Ha egy naptári évet nézünk, általában 200 ezer köbméter, 210 ezer köbméternyi fatömeget termelünk ki. Ebben természetesen nem csak tűzifa, hanem benne van egyéb ipari választékok, tehát úgymondom minőségi anyagok, rönkök, stb. Most körülbelül ilyen 190 ezer köbméternél tartunk. Hozzátette, a tavaly bevezetett és idén augusztusban véget ért hatósági áras tűzifa programban közel 83 ezer köbméter száraz tüzelőanyagot vásároltak tőlük az emberek. Ez átlagosan 6,5 köbméter fát jelentett háztartásonként. Noha nagy volt a kereslet, időben tudta teljesíteni a szállításokat a cég. Idén nagyjából 200 munkavállaló dolgozik az erdőben, hogy a fagyos idő beálltával biztonságosan kielégíthesse az igényeket. Egy belügyminisztériumi közlemény szerint az idei szociális tüzelőanyag pályázatra 5 milliárd forintot különítettek el a központi költségvetésből. Ennek köszönhetően közel 2400 községben mintegy 200 ezer rászoruló juthat tűzifához február közepéig. Az Egererdő ZRT az igények mintegy 70%-át már teljesítette. Jelenleg közel 11 ezer köbméternyi a hozzánk tartozó önkormányzatoknak az igényelt mennyisége. Durva 70%-os kiszolgálási állapotnál tartunk, 96 önkormányzat, aki tőlünk igényelte meg a szociális tűzifát. Hozzátette, noha megfelelő készlettel rendelkeznek, a szállítást a csapadékos időjárás nehezítheti. A szakember felhívta a figyelmet, hogy mindenki csakis legális forrásból származó tűzifát vásároljon.